Ismét elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fidesz-Dombóvári szervezetét. Ezúttal azonban nem csak szóbeli figyelmeztetésben részesült a párt. Egy héttel ezelőtt beszámoltunk róla, a bizottság elmarasztalta a Fideszt, mert olyan cikket jelentetett meg a polgármesterről, amely őt rossz színben tünteti fel. A helyi választási bizottság azóta ismét összeült és súlyos pénzbüntetés szabott ki a pártra. A 2014-es önkormányzati választás kampányidőszakában már ötödjére hozott határozatot a Dombóvári Helyi Választási Bizottság valamilyen kifogás miatt. Egy hete beszámoltunk róla, olyan a Fidesz Dombóvári szervezete által jegyzett cikk jelent meg az egyik helyi hirdető újságban, amelyben az olvasható: Dombóvár polgármestere bűnös és elítélte őt a bíróság. Ezt kifogásolta akkor Szabó Lórend, amelynek helyt adott a bizottság. Mennek olyan érzése van, mintha a helyi Fidesz világcsúcsra hajtana, hiszen ebben a kampányidőszakban így már olyan sok jogszabálysértés követtek el, hogy lassan már számolni sem lehet. A legújabb nagyon durva ocsmányhúzásuk szerintem az volt, hogy ugye két héttel ezelőtt egy szerintem rágalmazó cikket raktak be az egyik helyi újságban, ezért a helyi választási bizottság elmarasztalta őket, illetve fölhívtam én a figyelmüket, hogy mivel velem szembe követték el ezt a becsületsértő kijelentéssorozatot, illetve valótlan dolgokat állítottak, hogy kérjenek bocsánatot. Ezt a következő újságban nemhogy nem tették meg, hanem még rátettek egy lapáttal. Egy olyan helyesbítés jelent meg ugyanabban a lapban, ugyancsak a helyi Fidesz fizetett hirdetéseként, melyben az állt: nyomdatechnikai okokból elírás történt az első cikkben, és nem becsületsértésért, hanem jó hírnév megsértésért ítélték el Szabó Lórándot. A választási bizottság határozata szerint ezzel az írással is arra utal a szerző, hogy bűncselekmény elkövetése miatt mondta ki a bíróság bűnösnek a polgármestert, holott polgári peres eljárás volt, amely során a bíró csak elmarasztalhat. A testület eltiltotta a pártot a további jogszabálysértésektől. Példátlan módon 1990 óta, mióta szabad választások vannak Dombováron és kis hazánkban, 500 ezer forintos pénzbüntetést kaptak. Egész pontosan a minimál bérnek az ötszörösét kapták meg, tehát több mint 500 ezer forintot. Szerintem ez egy nagyon súlyos büntetés, ez szerintem nagyon nagy figyelmeztetőjel, és hát a velem szemben elkövetett tettért büntető feljelentést tettem. Egyelőre ismeretlen tettes ellen indulhat nyomozás, hiszen az mostanáig nem derült ki volt a cikk, illetve cikkek szerzője.